70 évvel ezelőtt, 1950. október 27-én nyitotta meg a kapuit az ország első énekzenei iskolájaként a Kodály Zolt, később Kodály Zoltánról elnevezett Kecskeméti Intézmény. Három vendéggel ülök itt a stúdióban. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Akik mindannyian erősen kötődtek, illetve kötődnek a Kodály iskolához. Ladis Tamásné, egykori igazgatónő, jó estét kívánok! Balogné Pabolglárka, az intézmény jelenlegi vezetője, kezdet csokkolom, és dr. Kovács Lóránt, a Neumann János Egyetem ganfkarának dékánja, az iskola egykori diákjaként ül itt körünkben, rendkívül örülök, hogy egy mérnök ember is csatlakozik. Én pedig, ha megengedik, olyan szülőként veszek részt ebben a beszélgetésben, akinek három gyerekéből három az énekzeneiben járt. Tehát szintén van tapasztalatom, csak nem három évtizednyi, még a gyerekek lassan-lassan eljutottak a képzés végére. Induljunk el a kezdet kezdetén. Amikor Kodály tanár úr és Nemes Szegi Lajos és Szentkirályi Márta megálmodták ezt az intézményt, mint első ilyet az országban, akkor tulajdonképpen voltak, akik hát nem nagyon lelkesedtek tőle, vagy nem gondoltak hosszú jövőt neki. Mit gondolnak, mi a titka annak, hogy 70 év elteltével is ez egy friss szemléletű, működőképes, korszerű programnak látszik? Ladis Tamás névit, egykori igazgató, aki csak nem 5 évtizeden keresztül dolgozott az intézményben. Hogyan értékeli, mi ennek a magyarázata? Ez az úgynevezett Kodály zenei elképzelés, vagy koncepciónak is mondják, ez egy fantasztikusan gyerekközpontú, személyiségfejlesztő módszer, amihez nagyon egyszerű dolgok társulnak, és éppen az a csodálatos benne, hogy nagyon egyszerű dolgokkal lehet csodákat művelni. Tehát az, hogy a gyerek 6 éves korban elkezd tanulni, írni, olvasni, egyszer elkezd tanulni zenét írni, olvasni. Ugyanolyan játékosan, mint ahogy írni, olvasni megtanul. Tehát ez semmi nehézséget nem jelent, viszont utána olyan csoda birtokába jut, ami egész életében kihatással van rá. A Kodály mindig azt mondta, hogy az általános iskola célja a teljes embert megalapozni, és teljes ember zene nélkül nincs. Tehát ezért kapják a gyerekek már 6 éves kortól a zenét, és ebbe úgy belenőnek, és annyira megszeretik, és olyan aranyosak, és olyan különlegesek lesznek, hogy más iskolában nincsenek ilyen csoda gyerekek, úgy gondolom. Igazgatónő Kodály tanárra hivatkozva bizonyos zenei oázisokról ír, amelyek megteremtődnek. Igaz-e ez a mai napig? Mert hát ugye legyünk azért egészen férfiasan őszinték, nagyon sok szülő nem feltétlenül az íratja a Kodályba a gyerekét, hogy ő belőle zenészt nevelje, hanem azt gondolja, hogy az egy elegáns elitiskola. Működik-e így is az oázis? Hogyne, mindenféleképpen is azt gondolom, hogy nem zenészeket nevelünk elsősorban a Kodály iskolában, viszont zenével nevelünk. És miközben Kodálynak azt a nagyon sokak által idézett szép mondatát ismerjük, hogy legyen a zene mindenki, eszembe jut Németh László, aki azt mondta, hogy a zenének köszönhetem, hogy van a lelkemnek hazája. Na ez az a hazateremtés, amit magukkal visznek a gyerekek, és megtalálják benne önmagukat. És még egy gondolat ide kívánkozik, amikor azt mondjuk, hogy az anyanyelvünket az édesanyánktól tanuljuk meg a családban. A zenei anyanyelvünket pedig a zenén keresztül tanuljuk meg, és ez a zene, ez a népdal, a mi gyökerünk, ebből táplálkozunk. Lóránt, önből mérnökember lett, fizikával és mindenféle nagyon exakt tudományokkal foglalkozó ember. Hogy emlékszik vissza? Úgy volt-e, ahogy a két kolléganő, akik mindketten előadó művészek is gondolják, látják, vagy azért a reáliákhoz erősebben kötődő emberként mást is érzékelt? Nem, abszolút meg tudom erősíteni, amit igazgatóasszonyok mondtak, hiszen ezt éltem át én az egész életemben, hogy a zene az egy olyan világ, ami az ember lelkéhez szól. A mai világban ezt szeretjük alulértékelni,
és pont az én későbbi pályámon szembesültem ezzel, hogy a hűvös racionalitás, amit a mérnök embertől megkövetelnek, az nem elég ahhoz, hogy teljes életet éljünk, és az, amit én 6 éves korom óta kaptam a Kodály módszeren keresztül meg az iskolától, az azt hiszem, hogy pontosan ebbe segített nekem, hogy teljes emberré váljak. Ladis Tamásné annak idején férjével együtt szegődött ehhez az iskolához, és hát úgy tűnik jó döntés volt a, ugye a fél évszázad szinte, ami itt tölt. Mi volt az az alapélmény, vagy a legfontosabb alapélmény, ami a Kodályban eltöltött évtizedeket jellemezte? Miért szeretett itt dolgozni? Azért szerettem itt lenni, mert nagyon szeretem a gyerekeket, ott kezdődik, és olyan sok időt töltöttünk ott mindig gyerekek között, hogy igyekeztem minél többet adni nekik, úgyis, mint zongoratanár, úgyis, mint igazgatóért, és úgy, mint igazgató. És az a sok-sok gyönyörű élmény, amit a gyerekektől kapunk, a kórusok, a koncertek, akár csak egy osztálykoncert, akár a búcsúkoncert, akár egy Kodály Zoltán születésnapi koncert. Olyan sok élményt adott az embernek, hogy egyszerűen ragaszkodtunk hozzá. Módonban lett volna, hívtak engem annó a tanítóképzőbe, de hát eszemágában sem volt elmenni, mert annyira szerettük az iskolát, a légkörét. A Kodály iskola nagyon sok dologról nevezetes, például a kék ingek rendszeréről. A gyerekek egyfajta egyenruhaként viselik ezeket a kék ingeket. Azt is gondolhatnánk, hogy ez magát a drillt jelenti, de valószínűleg nem, ugye? Így van, így van. Én azt gondolom, hogy szabályok, amiket be kell tartanunk, az nem csak a hétköznapi, vagy a hétköznapok velejárója, egyfajta tartást is adnak. Mindig lesznek olyan helyzetek, amikor meg kell felelnünk. Gyerekként is, munkavállalóként is, nagymamaként is, felnőttként is. Én azt gondolom, hogy ha valaki tudja, hogy hol vannak a gyökerei, és ez értelmet nyer, akkor már nem csak egy kék inget lát benne, sokkal fontosabb gyökereink és ragaszkodásaink vannak azokhoz, a Kodály örökségekhez, illetve örökséghez, ahhoz a szellemi légkörhöz, amit mi sem jelez leginkább, vagy legjobban erőteljesen számunkra, mikor az iskola falain belül egy-egy kis eldugott zúba látok két gyereket összebújva és énekel. Amikor 7 órakor bemegy a szakis és fújja a hangszerét. Ez már egy kötelességtudat, ez már belülről jön, de amikor az a két kisgyerek összebújik és bicinumot énekel, vagy egy kis kamarakórus csak úgy leáll énekelni, az meg belülről jön, az a lelke. Érezte ezt Kovács Lóránt is, amikor ugye a Katona Gimnázium a szigorúan reáliák iránt elkötelezett iskola mellett, majdnem azt mondtam, hogy csutyomban, de nyilván nem így volt, végezte a zeneművészeti tanulmányait is tovább. Hát igen, szóval meg tudom erősíteni, azért a kék ing az egy óriási privilégium volt mondjuk a sötétkék nylon köpenyhez képest, ami az én időmben még a katonában, meg minden más iskolában jelen volt, de természetesen volt ebbe diákként is egyfajta büszkeség, hogy tartozunk valahova, tehát ez ezt fejezte ki. És persze volt, hogy az ember mondjuk éppen más szeretett volna fölvenni, vagy nyilván vannak ilyen hajlamai a fiataloknak, de aztán úgy szépen lassan megértettük, hogy ennek a hátterében ez van, hogy kifejezzük, hogy tartozunk valahova. És ez természetesen nem csak külsőségekben jelentkezett, hanem jelentkezett egy szellemiségben, jelentkezett egy közösségben. Én, ahogy visszaemlékszem erre az iskolára, nekem az volt a legfontosabb, hogy szembe más iskolákkal, amiket tapasztaltam, itt a tanár és a diák, és itt főleg azért a hangszeres oktatásra gondolok, ahol egyénenként foglalkoznak a tanárok a fiatalokkal, ott majdhogy nem ilyen szülő-gyermek kapcsolatba kerülünk, a pótanyánkkal, pótapánkkal válik az a pedagógus, és ezáltal belekerülünk egy nagy családba. Én szerintem ez nagyon sok, amit ez a legtöbb, amit egy iskola adni tud.
hogyan tapasztalta a Kodály iskola, ugye, mint egy olyan modell, amiből nem volt másik az országban, mennyire hamar lett népszerű, mennyire keresett iskolatípus az énekzenei általános iskola, vagy mennyire számít egyfajta elitista képzésnek? Az annak idején nagyon, én gondolom, hogy most is, hát én már 8 éve nem vagyok ott, hogy nem is tudom figyelni azt, hogy hány gyerek akar most oda járni iskolába, de abban az időben nagyon keresett iskolatípus volt. Volt úgy, hogy csináltunk felvételit, sajnos így mondom, hogy felvételi, mert nem volt egy jó dolog, de csináltunk felvételit, és volt, hogy 150 gyerek jelentkezett annak idején, és akkor 2 osztályt tudtunk indítani, és akkor itt 35-40-es létszámokkal. És később is ez hosszú ideig nagyon keresett iskola volt, és bár a városban azért úgy tekintettek rá, hogy ez egy elitiskola, tehát más, mint a többi, de minthogyha azt gondolták volna, hogy oda nem járhat akárki, pedig akárki járhatott volna. Most meg is változtattuk a felvételi rendszert, mert kezdetben úgy volt, hogy egyesével jöttek szegény kis gyerekek, és akkor ott ült tanítónéni, énektanár, még valaki jegyzeltet, és egyesével szegény kis óvodás. Hát én rosszul voltam, hát bent ültem én is. Ő is rosszul volt, pici szegény gyerek. És akkor utána megreformáltuk úgy, hogy csoportba jöhettek be, és akkor mi messzebb voltunk, és egy énektanár foglalkozott velük, és ott egyesével is produkáltatta őket, és akkor úgy néztük meg. De igazából Kodály nem hiszem, hogy örülne, hogy ilyen nagy felvételi cirkuszt csinálunk. Úgy kellene, hogy aki oda szeretne járni, legyen mindenki, az járjon. Ez egy általános iskola. Egy valami nagyon fontos, a jó tanár. A jó énektanár. Amikor egy szülő iskolában gondolkodik a gyerekének, akkor általában távlatosan teszi ezt. Tehát hova lehet eljutni ebből az iskolából? Vajon az önök iskolájának milyenek a mutatói továbbtanulás tekintetében? Nem feltétlenül szakmai irányokra gondolok, hanem akár orvosképzésben, jogászképzésben, mérnökképzésben, tehát a legszélesebb spektrumban. Abszolút. A felvételiző diákjaink 18 évesen az előbb felsorolt területek mindegyikén megtalálható. És pontosan abból kifolyólag, hogy látjuk ezt a sokszínűséget is, hogy igény is van rá, megerősítettük a felső tagozatunkat egy 2 éve nagyon jó erős magyar és matematika tanárokkal, mert még akkor is, hogyha úgy gondolja egy szülő, hogy nem a Kodályban akarja tovább tanultani a gyermekét a középiskolai tanulmányokban, akkor is nagyon fontos, hogy a gyökereket, amiket kapott, és ezeken a területeken is a legjobbak legyenek. És úgy tűnik, hogy ez most így nagyon jó kimenetű lesz. Az ön életében milyen szerepe maradt a muzsikának? Megvan-e még a csellója, és időnként előveszi-e? Hát rendszeresen, mert ha más nem, a gyerekeim követelik, nagyon örülök is ennek. És hát mondhatom, hogy mióta az iskolát én elhagytam, folyamatosan kapcsolatban vagyok a zenével. Persze egyetemista koromban erre több idő volt, akkor több zenekarba játszottam rendszeresen. Tanultam tovább Máté Balázsnál csellózni, énekelni jártam kórusban, számtalanban is voltam, zenei heteknek voltam a résztvevője, még külföldi kurzuson is jártam egyetemista koromban. Aztán persze, hogy a munkavilága beszippantott, akkor már kevesebb idő maradt erre, de gyerekek kapcsán nekem is 3 járt az Ézibe egyébként. Így rendszeresen családi zenélünk. Nagyon remek, jó dolog ezt hallani. Lassan az időnk, kiszabott időnk végéhez közeledvén azt kérem, hogy mind a 3 fogalmazzák meg azt, hogy tulajdonképpen a következő 15-20 évben milyen Kodály iskolát szeretnének. Hozzá kell-e bármilyen értelemben nyúlni a rendszeréhez? Van-e valami, ami megreformálandó vagy továbbfejlesztendő benne? Vagy hogyan lehet továbbra is a város egyik legjobb iskolájaként életben tartani, fenntartani? Hát sajnos én már nem tudok nyilatkozni, mert a mai helyzettel sem vagyok igazán, tehát nem élek benne az iskolában, de hát persze, hogy figyelemmel kísérem, meg nagyon szeretem, meg minden sikernek örülök, meg hallom a felnőttek között, hogy ez is Kodály iskolás, meg az is Kodály iskolás, meg tudom, hogy mennyi Kodály iskolás van a városban is, orvos, mérnök, tanár, az országban is, politikusok, és mindnek emlékszem a nevére,
és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó iskola volt. Én gondolom, hogy most is az, és nem tudom, hogy a jövőben mit kell még csinálni hozzá. Egy-egy koncertre azért eljut? Olyan sok koncertre. Hát mindig hívnak is, nagyon köszönöm. Koncertekre is hívnak, sőt, még gyerekektől is kapok, régi gyerekektől, akik még ott vannak, és kapok meghívót, meg ballagásra is, meg búcsúkoncertekre. Ez a boldogan megyek az iskolába mindig, és szerintem most is nagyon jó az iskola. Van egy fia, akiből jó nevű matematikus lett. Az ő életében is fontos a zene? Igen, igen. Hát ő 12 évig járt oda, és amikor első osztályos volt, akkor a Szabó Erzsike tanítónéni azt mondta, hogy te, ez a gyerek, ez egy matek zseni. Mondom, ugyan már, hogy lenne matek zseni. Akkor utána általános iskolába nagyon elfelejtették, hogy matek zseni, aztán középiskolában meg pláne elfelejtették, és akkor egyetemre került meteorológusnak, és akkor ott volt egy tanár, aki azt mondta, hogy Tamás, magának ilyen logikában matematikusnak kell lenni. És rávette, hogy az ELTE-ben, ELTE mellett kezdjen matematikus szakot is a mi egyetemen, hát azt nem bírta sokáig, az túl sok volt. Viszont amikor végzett az ELTE-n, mint meteorológus, akkor ugyanez a tanár azt mondta, hogy a műegyetemen indul egy doktoriskola, és oda lehet pályázni, jelentkezni, és valami 10-20 körül felvettek 8-at, és köztük volt, úgyhogy 3 évig ott műegyetemen volt matematikus. De a mai napig a zenével, vagy zenéhez köze és van. És megszállott, hát minden hangszeret tanítottuk, mint kezdte szegény a... Én mondtam, hogy úgy szeretem a hegedűt, kezdte a hegedűvel, hát nem nagyon jött össze. Akkor kezdte apjánál zongorázott, na, az se nagyon-nagyon nem szerette. Akkor a Lukácsian csinál oboázott, az is, és akkor végül gitározni kezdett, és amellett kitart, és 7 nappal át téve, amikor ideje van, mindig gitározik. De ez így nagyon szép. De nagyon szeret itt lenni, és nagyon örül. Hát ő Budapesten kezdett dolgozni, és aztán kapott egy meghívást a Neumann János Egyetemre, a GAMF-karán van matematikus. Sok-sok sikert neki. Köszönöm mind a két szépen. Területen. Igazgatóasszony, akkor önnek dobom tovább a labdát. Szóval kell-e másmilyenné válni a Kodály iskolának, mint amilyen aktuálisan, vagy úgy van jól, ahogyan van? Hagyományőrzésből én azt gondolom, hogy fontos ragaszkodni a hagyományainkhoz, abból tudjuk meg, hogy hol vannak a gyökereink, és hogy merre kell tovább mennünk. Aztán látva egy év leforgását, hogy a világ 4 sarkából gyorsan ki is fordult, azt gondolom, hogy gyorsan kell alkalmazkodnunk is. Mások a módszerek, a formák, az eszközök, a lehetőségek, és a gyorsan változó világban ezt muszáj kihasználnunk minden téren. Bocsásson meg, de az online oktatás bizonyos tárgyak esetében például a kórus munkában nem használható. Ez így van. Még nagyon sok minden másban sem, de én azt gondolom, hogy az adott lehetőségekhez mérten meg kell találni azt, hogy mit és hogyan. Aztán majd megint változik. És jobban tudjuk értékelni azokat az időket, meg vissza tudunk vágyakozni azokra az időkre. De én azt gondolom, hogy amiért oda szerettek, vagy szeretnek járni ma a gyerekek, az a családias légkör, amit a Zsóka is az imént említett. Amikor minap mondta az egyik már lassan nyugdíj közel álló zenész kollega, hogy az elmúlt időszakban volt nekünk olyan diákunk, nem egy, aki 300 kilométerrel messzebb lakott, mint Kecskemét, és, tehát úgy tőlünk, és nem akart hazamenni, mert hogy azt a családias légkört, azt ott kapta meg nálunk, hogy tartozik valahova. Én azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen meg kell óvnunk, meg kell őriznünk, azzal együtt, hogy a kor kihívásainak is megfelelünk, és a lehetőségeket mindig megvizsgáljuk azt, hogy mi az, ami számunkra majd aktuálisan jó lesz. Öntől pedig azt kérdezem, hogy mennyire rendszeres a kapcsolata ma egykori iskolájával túl azon, hogy időnként meghallgatta ugye a gyerekeit, és felteszem, hogy azért koncertekre is eljár. Természetesen, tehát egy, nem tudom most pontosan, de egy 15 évig biztos nap mint nap szülőként is megjelentem, tehát az elmúlt évben ilyen szoros kapcsolatom is volt, de természetesen a zene életen keresztül, és ha szabad nekem is esetleg a globális kérdésre válaszolnom, azt mondanám, hogy természetes, hogy a külsőségekben meg kell újulni, meg követni kell azokat a folyamatokat, amit a
környezetünk diktál, ami a világban történik, viszont amiben meg nem szabad szerintem változni, az a szellemiség. Egyáltalán az, hogy egy iskolának szellemisége legyen, az manapság nagyon ritka. Én úgy gondolom, hogy a Kodálynak megvan ez a tradíciója, a mai napig is őrzi ezt a hagyományt, a Kodály Zoltán örökségét, és ez egy olyan örökség, ami szerintem örökérvényű. Én legalábbis ezt így éltem meg, ezt tettem zsebre, ha szabad ilyen alpárian fogalmazni, és én azt kívánom, meg üzenem így egykori diákként az iskolának, hogy ebből soha ne engedjetek. Ezért érdemes ezt az iskolát üzemeltetni. Olyan szép végszó, hogy ezen a ponton megköszönöm Önöknek, és kívánunk a teljes szerkesztőség nevében mi is nagyon boldog születésnapot a 70 éves Kodály iskolának. Köszönjük szépen!